Ebben a kapos szekcsői házban élt a volt rendőr a feleségével és két közös gyermekükkel együtt. A nő és a férfi viszonya már régen megromlott. Azon a napon, amikor a családfő gázrobbantással kezdett fenyegetőzni, egy féltékenységből adódó vita zajlott a szülők között. Az ex-rendőr eközben egyszer csak elvágta a házban levő egyik gázcsövet, majd a kiáramló anyagot meg is gyújtotta, kisebb robbanást előidézve. A környéken lakók közül többen az utcáról figyelték a történteket. Ide jöttem. És akkor nézem, hát ott van az Pista. A kezébe így durunk, azt a két ablakot kinyomta. És utána meg dobott valamit ki. Egy másik szemtanú a telefonjával készített videókat. Ezeken a képeken már látszik, hogy a tűzoltók, a mentők, valamint a rendőrök mellett a TEK munkatársai is a helyszínre érkeztek. A szemtanú négy lövést hallott. Ezt követően látta, hogy a néhány perce még őrjöngő férfit hordágyon vitték ki az épületből. Itt állt a mesterlövész, és ugye nem akart kijönni az úriember a házból, és elkábították, négy nyugtató löveréket adtak rá. Vádlottat vádolom, a BTK 322. szakasz első bekezdésébe ütköző, és azszerint minősülő és büntetendő közveszélyokozás büntettével. A robbantással fenyegetőző férfi korábbi vallomását most az előkészítő ülésen a bíró olvasta fel. Ebből kiderült, hogy a volt rendőr az eset történtekor néhány perc alatt négyszer is megpróbált öngyilkos lenni. Először kés dugott az egyik fali konnektorba, de az nem rázta meg. Ezt követően próbált gázrobbanást előidézni, de csak az arca perzselődött meg. Harmadik alkalommal fel akarta magát akasztani, de elszakadt a kábel, amivel próbálkozott. Végül az ereit akarta felvágni, ekkor pedig a kés törött el. Na ez volt az a pont, amikor úgy gondoltam, hogy most aztán befejezem ezt az egészet, mivel négy próbálkozás után sem sikerült meghalnom. Gondoltam, majd a TEK megoldja ezt az egészet, és megint vártam. Majd több emberrel is beszédbe elegyedtem, de aztán egyszer csak betörtek a tekesek, és elfogtak engem, de akkor már untam az egészet, és nem tanúsítottam ellenállást. A férfi mindent bevallott, amivel az ügyész vádolja. Az ügyben mégsem született ítélet, mert a bíró szerint indokolt egy pszichológus szakértőt is meghallgatni, hogy kiderüljön, a gázrobbantással fenyegető ex-rendőr mentálisan milyen állapotban volt az elkövetés idején.